nem csak. Ó, mennyire édesek mind a ketten, ugye? Hihetetlen, hogy az én gyerekeim. Igen. Néhány nappal később. Édesem, ez a gyerek mindig bőg. Hát vigyük már orvoshoz, vagy nem tudom. Kicsim, ezek még gyerekek. Még persze, hogy sírnak. Hát a másik nem bőg ennyit, csak ez. Hát jól van, lehet, hogy ő sírósabb. Na, mit csináljak vele? Nem tudom, de már szétoldítja a fejemet, hát komolyan, maradjál már csömbbe egy perc, na. Hát most csembe van, nem? Hát igen, csembe van, de nem hallod, hogy mennyit szokott oldítani? Hát már legszívesebben kihajítanám az ablakon. Na, azért mégiscsak a gyerekeink, hogy kihajítod az ablakon, én utána ugrok. Persze, utána ugrasz. Édesem, volt be... Ne... Na... Ne. Téged is idegesít. Dehogy idegesít. Hát te is ilyen voltál. Persze, ilyen voltam. Én nem is ordítottam. Olyan voltam, mint ez. Áldott jó gyerek. Ők egy mind a kis ördög. Hát még nulla évesek. Még azért mégiscsak... Na... Hú, Istenem. Nem bírom, nem bírom. Jól van, na. Lili sokkal tűrhetőbb, Luca. Egyszerűen. Aj, drágám. Este. Na, most már menjünk aludni. Gyerekeket is fektessük le. Mi is aludjunk. Na most jött el a pillanat. Nóca, most távozol ebből a házból. Örökre. Na. Pál utca, egy örök életre, majd egy szegény embernél, majd biztosan megtalálod a helyedet, mert én tőlem nem fogsz kapni több szeretetet, az biztos. Azaz, sírjál, sírjál még, hatalja meg mindenki, az egész utca. Véletlenül se hagyd abba, ezért dobtalak ki. Hú. Na, megszabadultam Lucától. Itt van a kis Lilikém. Itt van. Jó, teszem a vegem. Nem olyan kis sír. Mi történt? Na. Lili, megint sír. De, várj. Hol van Luca? Úristen. Édesem, édesem. Mi történt? Luca eltűnt. Hogy tessék? Luca eltűnt? Úristen, hová lehetett? Hogy hová ment? Nem tudom, egyszerűen fogalmam nincs. Te jó ég. Szerintem elrabolhatták. Vagy nem tudom, de ma este nem kulcsoltam be az ajtót. Tessék! Úgy, Istenem, drágám, na, hogy felejtettük el? Na, legalább még ő itt van. Ó, te jó ég, hogy mi mennyire ügyetlenek vagyunk.
Ha most bezártuk volna az ajtót, akkor biztos nem lopják el. Ó, na mindegy. Elég nekünk ő is, nem? Hiszen Luca mindig sírt, ordított. Engem az nem érdekel. Hát jó, de azért mégiscsak ő kevesebbet ordít. Nézzük a jó oldalát. Drágám, te most, ezt most komolyan mondod? Drágám, én tudod, szeretem mindennek a jó oldalát nézni. Jó, tudod mit? Vegyük úgy. Ó, hát ő meg kicsoda. Te jó ég, biztosan kidobták őt. Elviszem. Nem hinném, hogy ők dobták ki, hiszen nekik nincs így gyerekük. Még Kata csak terhes. Na mindegy. Hát akkor elviszem. Nézd csak körül, nyugodtan. Még ilyet biztos nem láttál, és biztos nem is ettél. Van egy kis sushi. Igen, ezt sushinak hívják. Ó, hát ő meg kicsoda. Az utcán találtam. Nem tudom, hogy ki. Egyszerűen fogalmam sincs. Ó, szegény gyerek. Biztosan kidobták. Igen. De szerencsére én itt vagyok neki, és amíg nálam van, addig nem esett baja. Hát, te legalább gondozni fogod, nem úgy, mint az ő szülei. Hát igen, na mindegy, amúgy jó munkát. És majd a lány, ez úgymond a lányod is veled fog dolgozni, vagy nem? Hát, ha majd én oda jutok, hogy nagyon megöregszem, akkor már átadom neki. Ó, hát akkor már legalább nem kell gondolkozni azon, hogy ki fogja tovább vinni ezt az egészet. Hát igen. És mikor látták utoljára pontosan? Amikor lefektettük, akkor láttuk utoljára. Értem. És tudják, hogy mi oka lehet annak, hogy eltűnt? Nem zártok be az ajtót, és lehetséges, hogy elrabolták. Vannak rablók a környéken? Nincsenek. Vannak, igen, vannak. És milyen utcán is laknak? Hát, mi a Kossuth úton. Értem, jó. Hát akkor elindítjuk a nyomozást. Nem kell, nem kell, mert... Drágám? Vagyis hát... De kell, csak nem is tudom, mit akartam mondani, csak elkezdtem, hogy nem kell, és utána nem tudom, mit akartam. Jól van, akkor elindítjuk a nyomozást. Ó, és mama, ez mi ez a zöld? Az is sushi. Ó, nagyon érdekesek ezek a sushik. Nem sushi, hanem sushi. Érted? Értem. Akkor sushi. Igen, kislányom, sushi. Apa! Apa, itt vannak édességek is! Most nem veszünk édességet, kicsim. Úgy van! Pizza! Pizzát sem fogunk most venni. Most levest fogunk venni anyának. Anyának viszünk levest? Mama! Igen, kicsim. Ott van egy ugyanolyan kislány, mint én. Apa! Tehát ugyanolyan kislány, mint én.
elnézést kérek. Maga elrabolta a gyerekemet? Mit te, hogy is a Kossuth úton megláttam, és ott volt a gyerek. Ne hazudjon nekem! Igen, ez így volt. Nekem is elmondta. Higgy el, ő nem egy rabló. Soha nem rabolna gyereket. Fátyel? Kata? Most azonnal fölhívom. Szia, édesem! Kata, te dobtad ki Lucát? Mi? De hogy én dobtam ki? De tudom, hogy te voltál. Rátaláltunk. Ne hazudj nekem. Gyanús voltál nekem egész végig, de nem sejtettem, hogy te voltál az. Csak egy picikét. Hogy is nem jöttem rá erre? Ki a Luca? Ő Fanni. Igen, én Fanni vagyok. Jól van akkor Fanni, de annak idején még Lucának neveztük el. De akkor legyen Fanni, mert már is így hívjátok mindig. Hé, mit csinálnak? Kérem, engedjenek el! Bogi. Ne! Aj! Mit tettem? Erről volt egy gyereket, 5 évvel ezelőtt. És mi? Ezért kerülök börtönbe? Tinédzser korában meg is ölt egyet. Mi? De az nem én voltam! Ne hazudjon, jól tudjuk, hogy maga volt. Katalin, igaz? Nem engem Petrának hívnak! Nem dőlünk be ilyeneknek. Most komolyan, eddig leszek itt? Gyanakgyilkolás? Nem is tudom, majd megtudja, ha kikerül. Most komolyan, olyan nehéz lenne ezt is elmondani. Aj. Nem hiszem el.